Dinamikusan fejlődik a turizmus, utazás kiállítás vasárnapig. Megkezdődött a húsvéti termékek ellenőrzése. Már kihelyezték a csapdákat, patkányirtást végeznek Gyöngyösön. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! A turizmus dinamikus fejlődése egyre nagyobb mértékben járul hozzá a magyar gazdaság növekedéséhez, mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a 39. Utazás 2016 nemzetközi idegenforgalmi szakkiállítás megnyitóján. Az ország legnagyobb turisztikai sereg szemléjén 28 ország 350 kiállítójának több ezer ajánlatából válogathatnak a látogatók vasárnap estig a Budapesti Vásárközpontban. A turizmus értékteremtő ágazat, de csak úgy tudunk tartósan helytállni, ha egyedi és valós értékeket mutatunk fel, mondta a turisztikai seregszemle megnyitóján Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, aki az elmúlt évet is értékelte. A magyar turizmus tavalyi növekedési üteme nemzetközi összehasonlításban is kimagasló. Az ágazat az elmúlt évben rekordévet zárt, a belföldi és külföldi turizmus is kiemelkedő volt. A szálláshelyeken a vendégszám meghaladta a 10 milliót, a vendégészakák száma a 25 milliót, az összbevétel pedig a 360 milliárd forintot. A Gyöngyöst és a Mátrát népszerűsítő stand is aktív kínálattal készült. Az idén a kulturális, a természetjáró, a gasztronómia, a bor és az egészségturisztikai választék mellett a bringásokra is gondoltak. Nagyon sokan érdeklődnek kerékpáros túrázás iránt, és ezért szeretnénk, hogy erre az igényre úgy válaszolni, hogy legyen egy Mátrát bemutató kerékpáros térkép. Gyöngyös és a Mátra idegenforgalmi bevételeiben még jelentős kapacitások vannak, ezért számos fejlesztés megvalósítását kezdik meg az idén, mondta Tatár László alpolgármester. Egyik eleme lesz majd a toppos pályázatok keretén belül a Gyöngyös-Mátra-Füred kerékpárút megújítás. Az egyházi turizmus fejlesztése vonatkozásában, mint általános turizmus fejlesztő, a nagy templomban egy látványlift, a déli szárnyban egy látványlift kerül kiépülésre, amit egyébként egy kicsit meg fogunk majd látványosság terén növelni a tűzvész 100. centenárumi évfordulójára 2017-re a két templomsisak felújításával. Kiemelt szegmens a borturizmus terén a farkasmáj fejlesztése, erdei kerékpárút kiépítése és a 650 millió forintból megvalósuló kékestetői gyógycentrum. A kiállításon a régiós megjelenés Kévés Tamás alpolgármester szerint nagyobb vonzerőt jelent. A turisztikai, én azt gondolom, hogy egy kitörési pontja Gyöngyösnek, és mint ahogy itt is megjelent, hála Istennek, hogy nem csak a város és nem csak a Mátra, hanem egy térségbe tudunk gondolkodni. Az utazás kiállítás szakmai díszvendége Kína, a belföldi Budapest, kulturális díszvendége pedig Brazília. Az ország legnagyobb turisztikai seregszemléjén 28 ország 350 kiállítójának több ezer ajánlatából válogathatnak a látogatók vasárnap estig. Megkezdődött a húsvéti termékek ellenőrzése. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kiemelten vizsgálja a különböző pácolt, füstölt, nyers vagy főtt húskészítményeket. A vizsgálat körébe tartozik a tojás, illetve a csokoládényuszik és a további édességek is. A szakemberek szerint ilyenkor nagy mennyiségű kényes kockázatot magába rejtő termék kerül forgalomba. Az ellenőrzések 3 hétig tartanak. Húsvéti nyúl 139 forintért és 669 forintért, csoki tojás, tojásfesték és füstölt sonka. Az egyik gyöngyösi áruház kínálata a közelgő húsvétra készülve. Főként ilyen helyeken és piacokon ellenőriz az elkövetkezendő hetekben a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az ünnepkörökhöz kapcsolódó kiemelt vizsgálatoknak közel 10 éves hagyománya van már. Ilyenkor megnövekvő forgalmú termékeket ellenőrizzük elsősorban. Természetesen a többi termék ellenőrzése is folyik a továbbiakban is. Ezek a ünnepőrök tartozó termékek, a különböző ártott, füstölt húskészítmények, hát a sonkafélék, illetve azok a húskészítmények, amiket a magyar fogyasztók a húsvéti sonka megnevezés körében fogyasztanak. Ilyenkor a tojás forgalmazást, tojás kereskedelmet is ellenőrzik, továbbá a szeszes italokat és különböző állatszállításokat is figyelemmel kísérik, hangsúlyozta Pleva György, aki hozzátette, szabálytalanság esetén súlyos szankciókra lehet számítani. Függ a szabálysértés súlyosságától és az érintett termék érintett fogyasztói kör méretétől,
ha egy szabálytalan tevékenységet találunk, akkor élelmiszer láncfelügyeleti kísérleti szabására kerülhet sor. Ez a hölgy éppen azt meséli, miket szoktak vásárolni húsvétra. Nagy a család, három unokájuk van, és mindig a minőséget részesítik előnyben. Sonkát, gyerekeknek húsvéti csokoládét, ilyen húsvéti kelléke, dekorációs kellékeket, ilyesmi. Zöldségféléket, üdítőt, szeszes italt, ami ilyenkor szükséges. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal húsvéti ellenőrzése egészen március végéig tart majd. Baleset veszélyesnek tartják a 3-as számú főút Platán utcai csomópontjánál a gyalogátkelőt. Több nézőnk is jelezte, hogy kevés idő áll rendelkezésre az átérésre, és az osztott lámpás zebránál a terelő szigeten babakocsival vagy egy óvodás csoporttal nem lehet elférni. Szén Gabrielle, a körzet képviselője, jelezte a problémát a közútnak. Másfél méter. Szén Gabriella, a körzet képviselője azt mutatja, hogy mekkora távolságot kell megtennie a gyalogosnak egy másodperc alatt, hogy biztonságosan átérjen a 3-as számú főút Platán utcai csomópontjánál található gyalogátkelő helyen. Szén Gabriellának többen jelezték, hogy túl gyorsan vált pirosra a lámpa, így csak kapkodva érnek át a 4-sávos út túloldalára. Nagyon sokan panaszkodtak, hogy nem érnek át a gyalogátkelőn, legalábbis szabályosan, nem csak piros jelzésen. Főként mondták ezt olyanok, akik idősebbek, akik kisgyerekkel közlekednek, és ugye a gyerek nem tud olyan gyorsan rohanni. Volt olyan óvónő is, aki jelezte, hogy az óvodai csoporttal esélye nincsen itt áthaladni, illetve rengeteg babakocsis. Forgatásunk ideje alatt is többen a piros jelzésen haladtak át, sokan pedig már eleve kikerülik ezt a gyalogátkelőt. Szén Gabriella stopperrel mérte az időt, ez alapján 12 percig kell várni a gyalogosnak a zöld jelzésre. Ha a várakozó gombot megnyomják, akkor csak 2-3 percet. A képviselő szerint nem ez az egyetlen gond a gyalogátkelővel. Amikor pedig az óvodától haladunk a város felé felfelé, akkor pedig meg kell állni ezen a kis kiemelt járdaszigeten, ami annyira szűk, hogy aki a biciklit szabályosan maga mellett tolja, aki babakocsival jön, az egyáltalán nem fér el, csak ha maga mellé teszi ezt az eszközt, úgy viszont a többi gyalogos nem fog elférni. Szén Gabriella megkereste a közút megyei igazgatóságát, ahonnan azt a választ kapta, hogy a gyalogosok, ha a zöldjelzésnél azonnal elindulnak és másfél métert tesznek meg másodpercenként, biztonsággal átérhetnek. Sokan azonban úgy gondolják, a lassabban haladókra is gondolniuk kellene a szakembereknek. Kényelmesen el tudsz érni? Attól függ. Ha sietek, akkor igen, de itt azért sok öreg megy, tehát azért át kéne ezt gondolni rendesen. A közút közölte, az észrevételek után vizsgálják annak lehetőségét, hogy a lassabban közlekedők számára is lehetővé váljon a biztonságos és megszakítás nélküli átkelés. Televíziónk is kereste az igazgatóságot, ám adásunkig nem kaptunk tőlük választ. Patkányírtást végeznek Gyöngyösön, már kihelyezték az önkormányzat szakemberei a patkánymérgeket a belvárosban. 3 napon át a szennyvíz csatornákba és a patakmederbe helyezték el a csapdákat, a méreg házi állatra és emberre egyaránt veszélyes, így arra kérik a lakosokat, hogy ne érjenek a csapdákhoz. A kártevő mentesítést évente 2-szer végzik el Gyöngyösön, legközelebb ősszel tesznek ki újabb csapdákat. Felnyitják a csatorna fedelet, leengedik a mérget, alig pár percig tart egy csapda kihelyezése az északnyugati városrészen. De nem csak itt, hanem a város számos pontján kihelyezték a patkánymérget. Az önkormányzat évente 6 millió forintot fordít erre. 2 alkalommal, tavasszal és ősszel végezteti el a kártevőmentesítést lakossági bejelentések alapján. Jelen pillanatban a 80-asban a város felső részén a Gólya, Fecske utcákban történt meg ez. Jelen pillanatban ugye a Durándában vagyunk, és itt is ugyanezt a munkát kell, hogy elvégezzük, mert ez a terület is benne van ebben a listában. A méreggel elkészített húspogácsa elfogyasztása emberre és háziállatra egyaránt veszélyes, ezért arra kérik a lakosokat, hogy ne kerüljenek kapcsolatba a csapdákkal, és figyeljenek kedvenceikre is. A kutyák előszeretettel megeszik ezeket a pogácsákat. Na most erre kéne felhívnom a figyelmét a kutyatartóknak, hogy egy olyan 2-3 hétig, ha lehet, akkor órázon sétáltassák már az eveket, hogy ilyen eset ne forduljon elő. A mérget a K1 vitamin hatástalanítja. Ha a kutya fáradékony, aluszékony és feltételezhető, hogy evett a pogácsából, azonnal állatorvoshoz kell vinni. A munkát végző cég már 10 éve dolgozik a városban. Azt mondták, egyre kevesebb a patkány itt. A méregtől eleinte aktívvá válhatnak a rágcsálók, ezért az ezeken a területeken élők számíthatnak arra, hogy a csatornákból a felszínre menekülhetnek a patkányok.
A január közepén megnyitott Árpád-házi Szent Erzsébet emlékezete a világban elnevezésű kiállítás a végéhez érkezett. Ebből az alkalomból érkezett a városunkba dr. Messik Miklós, a Vándor kiállítás létrehozója, aki előadásában a legismertebb magyar származású szent életútjáról és a világban található ábrázolásairól beszélt. Árpád-házi Szent Erzsébetet leggyakrabban kenyérosztó és rózsákat a kötényében tartóként örökítették meg az elmúlt 800 évben. Ez a két szimbolikus elem a legelterjedtebb ábrázolási mód a szociális érzékenység világhírű megtestesítője esetében. Van azonban egy ritkább formája is a megjelenítésének. Amikor a német-római birodalom császárnéi koronáját ajánlja fel neki, Szűz Mária. Kevésbé ismert, de mégis nagyon jellemző Erzsébetre, hiszen ezért kapta fel a fejét az egész akkori Európa is ezen a szerénységén, hogy amikor visszautasította a német-római császárnéi koronát, hiszen megkérte a császár a kezét az ifjú, már özvegy, de nagyon csinos hercegnőtől. És ő erre nemleges választ adott, mert úgy gondolt, hogy életét azok között szeretné tölteni, akik rászorultak, akik adakozásra, gyógyításra, ápolásra szorulnak. Bár sokaknak Puskás Ferenc vagy épp Rubik Ernő neve ugrik be elsőként Magyarország kapcsán, mégis a legismertebb magyar a világban kétségtelenül Szent Erzsébet, mondta előadásában Messik Miklós, aki találkozott már Szent Erzsébet ábrázolással Európa szinte valamennyi országában, de Ázsiában és Dél-Amerikában is. Ezeket a művészi ábrázolásokat gyűjtötte össze, és fotódokumentálta a műemlékvédelmi szakember. Úgy gondoljuk, hogy ő, mint a világ legismertebb magyar asszonya, megérdemli azt, hogy ez a kiállítás járja az országot. Most jutott el Gyöngyösen nemrégiben, itt a kiállítás záró akkordjaként tartjuk meg az előadást, és hát nem csak magyar területen, hanem a határon túli területeken is bőséggel járt. A londoni Szent István háztól egészen Déváig a Böjte atyának a bázisáig eljutott ez a tárlat. Gyöngyös után legközelebb Budán a Városmajori templomban lehet találkozni a fotódokumentációs kiállítással, majd Dél-Magyarország felé veszi az irányt a Vándor kiállítás. Gyöngyösváros baráti körének kezdeményezésére sportkiállítást rendeztek a Mátrai Művelődési Központ aulájában. A kiállítás dr. Tatár László alpolgármester nyitotta meg, majd dr. Jakab-Háziné Mező Mária, a Magyar Olimpiai Akadémia titkára méltatta, Balázs Ernő az Egyesület elnöke zárta a köszöntők sorát. A vitrinekben már a 20-as évektől megtalálható volt a sporterekje, de akadt bőven olimpikonoktól és világbajnokoktól származó érem és ruházat is. Egyben talán sokan azonosak voltak, hogy szinte valamennyiük alapját a napjainkban is vígan kerékpározó 86 éves Máé Nagy Károly tette le. Az a helyzet, hogy legjobb ide adni, és akkor lássák a többiek is, hogy mik voltunk, hogy voltak, és a tornászok, a vívók, a kézilabdások milyen eredményt értek el. Remélem az utódok is hasonlóképpen. A vívás volt az első szerelmem a feleségem után. Úgyhogy azzal utána, amikor ide kerültem Gyöngyösen, nagyon jó kézilabda utánpótlás, meg nagyon jó eredmények voltak, és az iskolák, az általános iskolából jöttek a jó sportolók, kézilabdások, összeszedték őket, jó, országos bajnokságig jutottunk. És ezen kívül még reggelig lehetne sorolni azt a sok szép eredményt, melyet elértek a diákok és versenyzők, melynek egy része már látható is a Gyöngyösi Mátra Művelődési Központ aulájában. A kiállítás megvalósításában dr. Csépe Györgyi, Pannika és csapata vállalt nagy szerepet. Az 1920-as évektől egész napjainkig vannak itt látnivalók, de nagyon sok régi anyagot nem tudtunk kirakni, éppen az állaguk miatt, és hát nem volt a megfelelő hely, ahol ezt biztonságban el tudtuk volna helyezni. Gondolok itt albumokra, például a sísport, a gyöngyösi korcsolya sport életéről készített albumot, vagy a OSN-ről, 74-es OSN-ről készített albumot. A vitrinekben, plakátokon, fotókon a Gyöngyösön űzhető szinte valamennyi sportág megtalálható. Nagyon általános volt a meghatározás, hogy 19. századtól napjainkig. Hát tudtuk, hogy ez egy óriási anyag, ezt nem is lehetett volna egy kiállítás keretében feldolgozni, és én csak arra gondolok a 10 évvel ezelőtti gyakkiállításra, hát az is olyan nagy volumenű
kiállítás volt, és az csak egy egyesületről szólt. Hát itt, ha nézzük az energiát, a bányászt, a gyakot külön, meg az iskolai sportköröknek, meg csapatoknak az érmeit, a relikviáit, a testnevelők, edzőknek a munkáit, akkor hát itt óriási anyag lehetne. A szervezők, kezdeményezők és talán a sportolók álmaiban is szerepel, hogy a jövőben ne csak egy hónapig, hanem akár egész évben meg lehessen tekinteni az elmúlt évszázad sikereit. Ehhez viszont még egy kicsit várni kell, de tudjuk jól, a sportolók mindig kitartóak. A kormány döntése értelmében a Földművelésügyi Minisztérium a tejtermelő gazdáknak közel 11,5 milliárd forint többlettámogatást biztosít 2016-ban. Magyarországot is súlyosan érinti a nyers tej árának csökkenése. 2014. februárjában a nyers tej termelői ára 109 forint volt tejkilogramonként, jelenleg a nyers tej átvételi ára kistermelőknél 60-65 forint, a nagyobb volument előállítóknál 80 forint. Tornatermek, tantermek és tanúszodák épülhetnek a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében az ország számos pontján az elkövetkező időszakban. Boros Anita, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vagyonpolitikai államtitkári feladatokat is ellátó helyettes államtitkára elmondta, a 78 projektre közel 39 milliárd forintot fordítanak 2014 és 2018 között. Most pedig nézzük, hogyan álltak a budapesti értéktőzsde főbb részvényei délután 5 órakor. A Magyar Telekom 442, a MOL 15.225, az OTP 6.310, a Richter 5.246 forinton cserélt gazdát. A tőzsde hivatalos indexe a BUX 24.676 fonton állt, ami a legutóbbi értékéhez képest 316 pont emelkedést jelent. Az aktuális végén pedig híreink következnek egy-egy mondatban. Dinamikusan fejlődik a turizmus. Utazás kiállítás vasárnapig. Megkezdődött a húsvéti termékek ellenőrzése. Már kihelyezték a csapdákat, patkányírtást végeznek gyöngyösen. Önök Gyöngyös és térsége híreit látták pénteken. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A hétvégén Tallózóval, hétfőn pedig már friss hírekkel jelentkezünk. Addig is a viszontlátásra!